A szemünk láttára kopik ki a húsvéti locsolás hagyománya. Erre fel, ezen a tanyán nemhogy népviseletben, de lovon locsolnak. A legjobb az, amikor a családdal ide kijövünk és lovak közt ünnepelhetjük ezt a ünnepet. Már évek óta így van, kiskorom óta ide szoktunk jönni. Mindig lovakkal ünnepeljük, és itt vannak a barátaim, családom, mindenki. Hogy a frissítő öntözéstől a hölgyek nem sikongatnak, az is meglepő. Még meglepőbb viszont, hogy a lovak is csendben tűrik az efféle megpróbáltatást. Mi mindig a családdal töltöttük, volt, hogy elmentünk kirándulni, de most ez az újdonság, hogy ide kiszoktam jönni a lovardába minden alkalommal, ha tehetem. A hagyományőrző autentikus, archaikus, bármilyen jelző ráaggatható az ilyesfajta húsvéti akcióra. Aki viszont viseletben locsol, bátor ember. Kell egy kis merészség, hogy felvegyenek egy ilyet, mert mai világban már úgymond kicsit kinézik az ilyet, de hogyha van elég bátorság az emberben, akkor simán felvesz, és ilyen közösségben jön, ahol tisztelik, akkor ott nincsen semmi baj. A férfiak komolyan veszik a locsolást, a meglocsolt hölgyek meghatottak, a lovak pedig higgadtak. Jó néhány nappal ezelőtt a lányokkal már a hagyományos hímes tojást festettük, kosárkákba raktuk, hogyha érkeznek a legények, és megkérdezik, hogy szabad-e locsolni, akkor természetesen meg tudjuk őket kínálni ezekkel a tojásokkal is. Mint láthatják, itt lovak vesznek minket körül, átlag hétköznapokon is, és ilyenkor húsvétkor a hagyományokhoz is igyekszünk beilleszteni a lovaglást, a lovakat hozzászokatni magához, ehhez a sok emberhez, a különböző tárgyakhoz, hagyományokhoz. Egész évben készülünk arra Lapos László vezetésével, hogy a lovak meg tudják szokni, hogyha egy vizes vödörrel a csikósok meglocsolják a lányokat, akkor ne riadjanak meg. A lovastanyás locsolást sem ló, sem hölgy lovasa nem úszta meg szárazon.